Sok szeretettel köszöntök mindenkit legújabb videómban, melyben azzal foglalkozunk, hogy a háborúnak van már áldozata, hiszen a magyar mezőgazdaság egyértelműen a keleti szomszédunkban dúló háború áldozatává vált. Minden háborúnak vannak vesztesei és nyertesei, sajnálatos, hogy mi gazdasági értelemben már a vesztesek oldalán foglaltunk helyet, hiszen egész egyszerűen ez a háború rádöbbentett arra minket, és rávilágított arra, hogy gazdaságilag milyen sebezhetőek vagyunk. A koronavírus időszaka is bebizonyította, hogy mekkora katasztrófához és pánikhoz tud vezetni, ha egy ország kiszolgáltatott az élelmiszer önrendelkezés terén, és most erre tett még rá egy lapáttal az óriási élelmiszer infláció, valamint a fizetésünknek, illetve a fizető eszközünknek a romlása. Hazánknak a mezőgazdaság talpra állításával ismét Európa éléskamrájává kéne válnia, ezt a szerepet kéne betölteni országunknak a mi álláspontunk szerint. Azonban a jelen valóság azt mutatja, hogy a békeidőben is nehéz helyzetben lévő agrárszektornak az infláció és a háború csak növelte a terheit, a tűzött bürokrácia, az új támogatási feltételrendszer, amelyre nem volt hagyva elég átállási idő, a támogatások sok esetben történő visszatartása sok gazdálkodót teljesen ellehetetlenít ebben a helyzetben. 25%-os infláció uralkodik az országban, az élelmiszer infláció pedig sok esetben a 100, de akár a 200%-ot is eléri, és ez annak köszönhető, hogy egész egyszerűen még a saját élelmezésünkre sem tudunk elegendő élelmiszert előállítani, nemhogy ebből próbálnánk felépíteni az önálló nemzetgazdaságot, és nemhogy ezzel próbálnánk meg még másik rajtunk kívüli 20 millió embert megetetni az első osztályú Magyarországon termelt élelmiszerrel, hanem a szomorú valóság az, hogy Bulgária után a sor végén kullogunk, és az élelmiszer önellátás, önrendelkezés terén egész egyszerűen kudarcot és csődöt vallott Magyarország. Egy mezőgazdasági adottságú országként más országok kényétől, kedvétől, az éppen aktuális gazdasági folyamatoktól és a világban tapasztalható változásoktól függünk, hiszen egészen egyszerűen a magyar nemzetgazdaság felépítése az az elmúlt 13 évben nem volt prioritás a nemzeti magát keresztény és konzervatívnak valló Fidesz kormánynak, hanem ez helyett az elődei nyomdokába lépett, hiszen az előző rendszerben voltunk mi már a vas és acél országa, a Fidesz pedig most zászlójára tűzte, hogy az autóipari összeszerelő üzemek országa legyünk, illetve akkumulátor nagyhatalom szeretne lenni. Egy olyan országban, ahol minden adott ahhoz, hogy a mezőgazdaságra építsük a gazdaságunkat és az erre épülő feldolgozóiparra. Hazánk elsősorban mindig is a mezőgazdasági adottságaira tudott támaszkodni a történelem során. Magyar gazdák azonban sajnos most nem tudnak a magyar kormányra támaszkodni ebben a vészterhes időszakban, hiszen a megnövekedett terheik enyhítése helyett továbbra is a multiknak járó végtelen támogatás és újonnan a külföldi munkavállalóknak épített akkumulátorgyárak a kormány gazdaságpolitikájának a legfőbb iránya. Hogy milyen hibás gazdasági szemlélet az, amit jelenleg a Fidesz kormány folytat, azt nem én mondom, hanem Matolcsy György, a jegybank elnöke. Lássuk! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mélyen tisztelt elnök úr! Magyarország a hibás kormányzati gazdaságpolitikai fordulat következtében 2022 második felére három csapdába sétált be, lépett be. Az első a pénzügyi csapda. Még 2021-ben 2,3% volt az államadósság utáni kamatfizetés, GDP arányosan, ez most 2023-ra 3,7%, és meg fog duplázódni a 2,3%-hoz képest jövőre. A másik pénzügyi csapda a külföldi működő tőke beáramlás csapdája. Jó, ha jó új modern technológiát hoz be, hogyha innovációt hoz be, ha menedzsmentet hoz be, ha nyit új piacot, na de, ha ezt nem teszi, és alacsony a hozzáadott értéke, például 18% az akkumulátor ágazatban, akkor ez csapdaként működik. Szóval az élelmiszeripar termelékenysége nem a harmadik legrosszabb az Európai Unióban, hanem a második legrosszabb. Egészség. Itt állunk egy kiváló mezőgazdasági adottság országban, potenciálisan fantasztikus élelmiszeriparunk lehetne, mégis az Európai Unió második legalacsonyabb termelékenységét mutatja. És ne legyen senkinek kétsége afelől, hogy végül egy ország sikerét a termelékenysége szintje határozza meg.
Tehát látjuk, hogy maga Matolcsy György is azt mondja, hogy nem autóipar kell ide, hanem a magyar mezőgazdaságot kellett volna megfelelő szintre felzárkóztatni az elmúlt években, és erre kellett volna építeni az önálló nemzetgazdaságunkat. Már annál is inkább, mivel láthatjuk, hogy jelenleg Ukrajnában a káoszt kihasználva amerikai érdekkörök és üzletemberek 30 millió hektár földre tettek szert, ami nagyságrendileg azt jelenti, hogy a magyar termőterületek több mint négyszeresét művelik, jelenleg a legmodernebb technológiával és a legnagyobb profizmussal, és hát láthatjuk, hogy hová vezet az, hogyha az itthon felemelkedett inputanyag árak, az itthon a legdrágábban tankolható és kapható üzemanyag, és az itthon most már a mezőgazdaságban szinte hiánynak számító humán erőforrás van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig olcsó munkaerő, olcsó üzemanyag, olcsó, egyébként az Európa Unió területén már nem használható inputanyagok és növényvédő szerek vannak. Az uniós gazdálkodóknak, így a magyar gazdáknak is szigorú előírások mellett termékeikkel alapos bevizsgálás után lehet csak kereskedniük. De ez a szabályozás nem vonatkozik a hatalmas mennyiségben hazánkba beáramló és silány minőségű, kétes eredetű és akár sok esetben az egészségre is veszélyes keleti szomszédunk által termelt gabonára. Az előzőjegyben tapasztalható 50-60 ezer tonna helyett több mint 1 millió tonna gabona és olajos mag érkezett hazánkba Ukrajnából. Illetve ez mellé párosodik a legmodernebb technológia, a legjobb termőtalaj a világon, és az az öntözési rendszer, ami lehetővé teszi, hogy az időjárás viszontagságaitól eltérően annak a negatív hatásai teljesen kiküszöbölve bármikor a legjobb termés átlagokat lehessen elérni. Ebből adódik, hogy a magyar mezőgazdaság nem versenyképes, hanem versenyképtelen lett, hiszen egész egyszerűen ezekkel a kedvező lehetőségekkel nem tudjuk felvenni a versenyt, és egész egyszerűen a magyar gabona a beömlő ukrán gabonának köszönhetően eladhatatlanná vált, megkérdőjelezve ezzel a magyar agrárium szereplőinek jövőbeni sorsát. Folyamatos lépés hátrányban vagyunk, és hogyha globálisan vizsgáljuk meg a folyamatokat, akkor láthatjuk, hogy Amerika dominanciája egyértelműen erősödik és növekszik a térségünkben, hiszen már nincsen szükség arra, hogy Észak-Amerikából hozzák a gabonát európai piacokra. Itt van egyébként a világ legjobb termőtalajának a 25%-a a keleti szomszédunkba, elég volt erre Amerikának rátenni az enyves kezét, és elég ezen olyan gazdálkodást folytatnia, amivel lenyomja az európai árakat, amivel tönkreteszi Közép-Európa, és ezzel Magyarország mezőgazdaságát is. A megoldás tehát nem az, hogy Magyarországot egy autóipari összeszerelő üzemmé degradáljuk, hanem az, hogy élünk a kedvező lehetőségeinkkel, élünk azokkal a mezőgazdasági adottságainkkal, és azzal, hogy egy édesvíz nagyhatalom vagyunk, hiszen egész egyszerűen a külföldi multikba való pénzpumpálás helyett a magyar agrárium szereplőit kéne megerősíteni és versenyképessé tenni. Erre lehet az önálló magyar nemzetgazdaságot építeni.